Szeretettel üdvözlök mindenkit a ma esti székesfehérvári gyakorlaton, és arra kérlek benneteket, hogy mondjatok egy számot 1 és 208 között. 17-es. Sohasem született. Mandzsusri Bódhiszatva egy verset küldött Chan Zhang fogadalmi tanítónak. Amikor az összes darmát megérted, akkor az igaz természet már nem születik. Meglátod, hogy a darma természet éppen ilyen. Ekkor találkozol Nosana Buddhával. Ebben a versben van egy rész, amely túl van a szenvedésen, megvilágosodáson, minden buddhán és bódhiszatván. Kérdések. Első. Az igaz természet nem születik. Ez mit jelent? Második. A dharma természet éppen ilyen. Ez mit jelent? Harmadik. A vers melyik sora jelenti a szabadságot élettől és haláltól? Szungszán zenmester kommentárja. Keleti szélben a felhők nyugat felé szállnak. Nyugati szélben kelet felé. Nincs szél, nincsenek felhők, sem nap, sem hold. Akkor mi van? Lásd ezt meg, és válj Buddhává. Hát egy jó kis régi történet és egy zen vers az, amit most itt hallottunk, és hát ezek a kérdések, amik föltételre kerülnek benne, ezek mindannyiunkban ott vannak, hogy mi az, ami túl van a szenvedésen, mi az, ami túl van életen és halálon. És ezt keressük. Valamilyen módon mindannyian ezekkel a kérdésekkel érkezünk zen gyakorolni. Lehet, hogy nem így fogalmazzuk meg, ahogy a régiek tették, ilyen nagyon filozofikusan, de mégiscsak bajunk van azzal, ahogy a világ zajlik, vagy ahogy a világot mi érzékeljük. Ezt nevezte a Buddha szenvedésnek, amikor az első nagy igazságot kimondta, hogy az élet szenvedés. Dukha, az az eredeti szó. Szokták úgy is fordítani, hogy az élet elégtelen, hogy mindig valami bajunk van vele, és ez szerintem mindenkinek megvan ez a tapasztalat. És aztán az a nagyon érdekes, hogy a tanítás azt ígéri, vagy azt mondja, hogy ez valójában nincs is így, hanem csak mi érzékeljük így. Mi érzékeljük úgy a világot, hogy megszületik és eltűnik. Hogy minden feltételhez kötött, és amikor ezek a feltételek megváltoznak, akkor eltűnnek a dolgok, megváltoznak, vagyis mulandóak. Érezzük azt is, hogy mindig tökéletlen az, amiben vagyunk. Mert most itt vagyunk persze zen gyakorlaton, de eszedbe juthat, hogy hát most máshol is lehetnél, eszedbe jut a bevásárlási lista, és most már este nem lesz rá idő, későn érünk haza. Egészen a kicsitől a nagyig. Ez mindig ott van a tapasztalatunkban, hogy hát most jó, de vagy nem annyira jó, de majd még lesz jobb. Vagy lesz rosszabb. És akkor belehajszoljuk magunkat ebbe a folytonos belső monológba, belső szenvedésbe. De hát a tanítás nagyon sokféle verzióban azt mondja, hogy valójában semmi sem születik és semmi sem múlik el. Mert hogyha félre tudod tenni a gondolkodást, hogyha belül újra és újra képes vagy erre, hogy tapasztalod azt, amikor a gondolkodás folyama leáll egy pillanatra, vagy még egy pillanatra, vagy még egy pillanatra, vagy még egy pillanatra, pillanatról pillanatra, akkor minden éppen ilyen. Ez is egy alapfogalom, ami itt a koanba előjött, ez az a dolgok éppen ilyenek, vagy az ilyenség. Ez ennek a kicsit filozófiai megfogalmazása, hogy most, hogy itt vagyunk, az pont éppen ilyen.
És se nem jó, se nem rossz. Ezek mind a mi megértési kategóriáink. Hogy csak úgy nézünk a világra, hogy az, ami nekem kedvező, az jó, ami nekem nem kedvező, az rossz. Tehát, hogyha például most nem vásároltam be, és szeretnék volna enni valamit, akkor kimondhatom, hogy rossz, hogy zengyakorlatra jöttem, mert bezár a bolt, mire véget ér. De itt nagyon fontos, hogy mindennek ebben a szemléletben az origója az, hogy én éppen hogy vagyok ebbe. De ezt félre tudom tenni, akkor ez nincs. Akkor csak itt ülünk. A másik ugyanúgy, hogy arra, hogy a dolgok változnak, rámondjuk, hogy születnek és meghalnak. És akkor van a végességről tudatunk, hogy minden véget ér egyszer. De valójában ezt megfordítod, és meg tudod ezt a gondolkodást egy picit állítani, akkor az van, hogy minden pillanat jó pillanat. Minden pillanatban mindig minden ott van. És hogyha nem ilyen agyunk lenne, nem ilyen neuronjaink lennének, nem ilyen érzékszerveink lennének, akkor teljesen máshogy érzékelnénk a világot. Erre mondták a régiek ezt még szintén, hogy ugye a hat érzékszerv, a hat érzékterület fogjai vagyunk. Hogy van egy ház, aminek a hat ablaka, meg ajtaja van, és áramlik be rajta minden. És akkor ez ott így megköt mindent, amit onnan a házból látunk. Ezért hívták úgy is, hogy a hat szennyeződés. Látás, hallás, szaglás, tapintás, gondolkodás, érzékelés. Ezek mind így lekötnek minket. Ezért csináljuk ezt, hogy befelé fordítjuk a figyelmet, leülünk, és csak tapasztalunk. Valójában semmire nem jó ez a gyakorlat, csak erre, hogy ülsz és tapasztalsz a lehető legkisebb külső behatással, de nem leválva a jelen pillanatról. Ezért meditálunk nyitott szemmel például, hogy itt legyél, de a lehető lefele nézünk, és a lehető legkevesebb dolog ragadja meg a figyelmünket. És akkor, ha ezt elég sokáig csinálod, akkor kifejlődhet belül egy olyan hozzáállás, hogy ne kelljen már ez a segédeszköz. Mert ez egy segédeszköz. Az is, hogyha rátok kiáltanék, az is egy segédeszköz lenne. Ezek mind olyan a zennek a pedagógiai eszközei, hogy a sok-sok kor zenmestere mindezen gondolkozott, hogy hogyan állítható le ez a belső monológ, ez a folytonos tudatfolyam, hogy kicsit fölrázzák a tanítványokat, hogy jó, de hát ez a pillanat most éppen így tökéletes, ahogy van. Sőt, még ez is, hogyha hozzátesszük, még ez is gondolati konstruktum, hogy tökéletes. Mert éppen ilyen. És akkor a régiek mondják például ebben a koanban, hogy ha ezt meglátod, akkor találkozol Nosana Buddhával. Ilyen költőjén fogalmazták azt meg, hogy a fölébredés a tapasztalatod lehet. És ami még nagyon fontos, hogy erről sem érdemes túl sok illúziót táplálni, a legjobb, ha semmit. A felébredés nem különleges, hanem az, hogy tisztán látsz, tisztán hallasz, tisztán érzel, és nem vetítesz bele semmit a tapasztalatodba. Iszonyatosan nehéz megcsinálni. Tehát ezt senki nem mondja, hogy nem az. És minél inkább, nekem a személyes tapasztalatom az, hogy minél emberszagúbbá, minél sajátabbá kell ezt tenni. Tehát, hogyha jó olvasni ezekről, hogy Nosana Buddha, meg Manjushri Bodhisattva, és ezek szép minőségek, de picit el is távolítják tőlünk a meditációt és annak a tapasztalatát, meg a zent és annak a tapasztalatát. Azt hiszük, hogy ez valami különleges. Holott, ha mi itt és most nem csináljuk, akkor senki nem csinálja. Persze beleértve ebbe az összes földön élő, jelenleg gyakorló embert. De semmiben nem vagyunk se jobbak, se rosszabbak,
mint 100 évvel ezelőtt, mint 200 évvel ezelőtt, mint 700 évvel ezelőtt, mint a Buddha idejében 2500 évvel ezelőtt. Akkor is emberek voltak. Persze sok minden más volt. Lehet, hogy minden más volt körülmények tekintetében. De az, hogy itt vagyunk ezzel a testtel, ezzel a tudattal, és gyakorlunk és tiszták szeretnénk lenni, tiszta alatt értve az, bármit is, azt, hogy itt vagy, és látod, hogy a padló barna, meg egymással szembe ülünk és beszélgetünk, az a legjobb. Ebből érdemes kiindulni, ebből a lényegből. És ez még egy fontos dolog, amihez kapcsolódik, hogy mi szintén itt elhangzott ebben a koamban, hogy valahol hogy nincs ez, nincs az, nincs amaz, és ezt is olvashatod a tanításban sokat, hogy elérni az ürességet, vagy megtapasztalni az ürességet. És ezzel kapcsolatban sok mindenki el szokta követni ezt a hibát, hogy gondolkodunk róla, de a tapasztalatot nem biztos, hogy közel engedjük hozzá. Ekkor tud nihilistává válni ez az irány, hogy hát akkor valójában semmi sincs, és akkor befekszek egy ágyba, magamra húzom a takarót, és kész. És majd szóljatok, ha vége van. Ez, hogy nincs ez, nincs az, nincs amaz, ez megint csak egy megfogalmazása annak, amiről eddig is beszéltünk, hogy ne vetíts ki rá semmit, hanem tapasztald azt a dolgot, ami éppen van, hogy nincsen jövés és menés. Csak itt vagyunk ebben a pillanatban. És akkor ez az egész folyamat leegyszerűsödik, és egy nagyon emberi gyakorlattá válik. Csak mivel, hogy egyszerű, mint mondjuk megülni egy lovat, egy idő után egyszerű lehet, de azért be kell azt gyakorolni, hogy se ne dobjon le erre, se ne dobjon le amarra, se ne ágaskodjon föl, és akkor hátra esel, hanem ott vagy, kézben tartod, együtt mozogsz vele, érzed, hogy a lónak hogy kényelmes, neked hogy kényelmes, és akkor a ló és a lovas egyé válik, és arra mennek, amerre szeretnének, vagy szeretne a lovas, aki irányít. Úgyhogy valami ilyesmi állapot ez, amit keresünk, és minden koan, minden gyakorlat ebbe az irányba mutat, más-más szavakkal. Úgyhogy bevezetőnek talán most ennyi elég is, és akkor nagy szeretettel várom a kérdéseiteket, ha tudok bármiben segíteni a gyakorlat kapcsán. Azt szeretném megkérdezni, hogy mi a tanácsod? Elég idős vagyok, 63 évesen találtalak meg benneteket, és nem egyszerűek most a dolgaim. Régóta figyelem itt a videókat, és kicsit úgy érzem, hogy túl későn vagyok, de mégse. Mi a tanácsod, hogy minden jól menjen? Aggódom az miatt, hogy nem tudok térdelni, nem tudok ülni, hogy ez mennyire komoly probléma, vagy mennyire tehetem meg azt, hogy nem teszem. Szóval ilyen aggályaim vannak, és ezzel kapcsolatban szeretnélek megkérdezni, hogy mi a tanácsod. Köszönöm szépen. Köszönöm, nagyon jó kérdés. Az a jó hírem, hogy ez egy olyan gyakorlat, ami semmitől nem függ. Fölébredni mindig lehet. Tehát ez a lényeg, ugye, amit beszéltünk, hogy meglegyen ennek a tapasztalata, ez még a bottól meg az ütéstől se függ. Tőlem meg aztán pláne nem. Tehát az előadások, videók nagyon jók. Most ez is, hogy itt beszélgetünk, ez is egy fokkal jobb, mert most interaktívan tudták kérdezni, de ez mind olyan, hogy mutat valamerre. Régiek azt mondták, hogy a hold felé mutató új. A hold szimbolizálta a fölébredést a zen hagyományban, meg a buddhizmusban régen.
Úgyhogy ez az eszencia, hogy ebbe a pillanatba tisztán látni, tisztán hallani, jelen lenni. Hogy ezt hogyan éred el, erre már nagyon sokféle technikát kitaláltak, és nem csak a zen hagyományon belül. Tehát, hogyha körbenézel, van jóga, vannak különböző taoista gyakorlatok, vannak keresztény gyakorlatok, lelki gyakorlatok, nagyon sokféle, kontempláció. És ezek formája, meg esetleg elméleti háttere is lehet különböző. Most csak itt a szűkebb körünkről beszélünk a zenről. Ha megnézzük magát az ülő meditáció formáját, hogy ülsz, valamilyen stabil pozíciót keresünk, erre ha bírja a tested, akkor ez a matracon való ülés ülőpárnával az egy legstabilabb, ha ki tudod vitelezni. Például aki meg tudja a teljes lótuszt csinálni, mert gyerekkorától kezdve nagyon hajlékony a teste és gyakorolta ezt, akkor még aludni is tud teljes lótuszba és így ülve, hogy nem dől el, nem mint hogyha ez lenne a cél, de Japánban voltak így éli túl a hosszú-hosszú üléseket, hogy beül és nem veszi észre az emmester, hogy már nem a gyakorlatot csinálja, hanem alszik. Úgyhogy, na, úgyhogy például ez az a dolog, ami hát ugye nem feltétlenül az, hogy te jól úgymond tankönyvien csinálod a zen gyakorlatot, nem feltétlenül vezet el a felébredésig. Úgyhogy egyáltalán semmilyen összefüggés nincs a között, hogy te testileg hogy vagy, vagy mikor kezdesz bele az életed során, és az, hogy hova jutsz el. Ez leginkább egy belső hozzáállástól függ. Ez egyszerre jó hír és rossz hír is. Jó hír azért, mert mindenki előtt ott a lehetőség. Rossz hír azért, mert ha csak ennyin múlna, hogy oké, akkor leülök így, meg így, és akkor már minden megy, akkor az könnyű lenne, mert akkor tudom nézni magamon, hogy a lábam már hajlékony, már tudom a mahamudrát, és akkor ha jól csináltam, akkor megvilágosodtam. De sajnos ez nem így van. És nagyon sokszor látunk, én legalábbis láttam már ilyet, hogy valaki nagyon sokáig gyakorol, és lehet, hogy még rosszabb lett a végén a végeredmény, emberileg, meg hozzáállásilag. És ismerek több olyan embert, aki tudom, hogy biztos, hogy soha nem gyakorolt mondjuk például a zent, de egy olyan emberi minőség van benne részben élettapasztalatból, részben egyéb komplex okokból, hogy egy iszonyatosan nagy bódhiszatva, aki tényleg mindenekin segít, nem egoista, másokra is gondol, nem csak magára, úgyhogy hát nem csak ettől függ. Ugye az első és legfontosabb ez, hogy keresd a, törekedj a felébredésre. Ez az első mondata Sung San Zen mesternek is, amikor van egy ilyen nagy könyv, a zen iránytűje, amiben az ő tanításai össze fognak foglalva, ezzel indul, hogy éld el a felébredést, és aztán segíts minden lénynek. Ez a maga a gyakorlatnak. Az összes többi az eszköz, segédeszköz, hozzáállás, stb. Stb. Úgyhogy az, hogy itt vagy, és szeretnél változni, szeretnél kevésbé szenvedni, van valamiféle belső motivációd, ez a legfontosabb. És a legfontosabb gyakorlat, hogy ezt meg is tartsd. Hogy ez meglegyen. És akkor, ha ez megvan, hogy én föl akarok ébredni, én látni akarok, akkor az összes nehézség is befordítható segédeszköznek, vagy gyakorlási eszköznek. Mindig szoktam emlegetni ezzel, ennek kapcsán egy japán zenmestert, aki, Shunryu Suzukiról van szó, akiről egyszer olvastam, hogy ő kifejezetten nyomorultól érezte magát fiatal korában, amikor elkezdte a zen gyakorlatot. Összehasonlította magát ugye a többi látszólagos zen gyakorlóval a zenterembe, amit
zárójelben megjegyzem, nem ajánlok, hasonlítsuk egymáshoz egymást, de ezt persze mindenki megcsinálja. És mindenki így ült, mint a kis angyal, ő meg nem tudott ülni, szenvedett székkel, ezzel, azzal, amazzal. És aztán visszanézve 10-20-30-40 év múlva, azokkal, akikkel ott az elején egybeült, a legtöbbük nem maradt az úton. Ő belőle zenmester lett. És az egyik, amit mondott magával kapcsolatban, hogy gondolkodott rajta, hogy vajon miért, és nem nagyon talált rá választ, de azt talán igen, hogy folyton, mivel folyton baja volt az üléssel, egyebekkel, folyton kereste, hogy lehetne jobban. Hogy mehetne ez egy kicsit könnyebben. És ez föntartotta benne azt a kezdők szellemét, amit oly sokszor szoktunk emlegetni. Nyilván őnek ez egy elmondata volt, valószínűleg emiatt. Volt személyes érintődés, hogy tudsz ott megmaradni, hogy igen, most ezt csinálom. És ez elején nehéz, és később meg még nehezebb. Amikor például 1, 2, 5, 10 év zengyakorlat, vagy 30 év zengyakorlat után, hogy mész úgy be a dharma terembe, vagy hogy ülsz le úgy, vagy hogy sétálsz úgy, hogy igen, most ez egy friss pillanat, most itt vagyok, ebbe a pillanatba. Mert tök mindegy, hogy 30 évet gyakoroltál-e, ha nem vagy az adott pillanatban tiszta, lehet, hogy olyan ordas hibát vétesz, amit mondjuk, aki nem gyakorolt 30 évet, az nem csinálna olyat. Mert mindig abban a pillanatban dől el. Úgyhogy ez egy hosszú válasz, de megpróbáltam egy kicsit így érzékeltetni azt, hogy mi a lényeg, és mi nem annyira az. Úgyhogy ha megtudsz a mostani helyzetednek, karmádnak, körülményeidnek megfelelő gyakorlási formát találni, ahol te belül a szilárdan műveled, amit tanítunk, hogy tantien fókusz, alsó hasra fókuszálva, köldök alá fókuszálva, mély légzés, nyitott szem, tér és hangfigyelés, esetleg nagy kérdés vagy mantra, ez bármilyen helyzetben lehet, még fekve is. Azért nem szoktuk a fekvő pozíciót ajánlani, mert könnyű benne elaludni. De hogy most így eszembe jutott még egy dolog, amikor nekem is nagyon nehezen ment az elején. Nagyon nem tudtam jól ülni. És akkor bemegyek zen tanítóhoz, és akkor mondom, hogy hát én most úgy érzem, hogy hát engem a testem gátol az zengyakorlásba, hogy amiatt nem megy. Nem tudok végülni egy 50 percet. Elmentem egy elvonulásra, első 2-50 perc még ment, aztán utána a első teljes nap első 50 percénél úgy éreztem, hogy ez most gond lesz, aztán a második 50 percén már nem tudtam magammal mit csinálni, és akkor gondoltam, hogy te jó ég, még van ez a nap, péntek, van szombat, és akkor van a vasárnap még. És akkor ráadásul még reggel is 2x50 percet ültünk. Hát és mondta, bementem az első konditerőre, hogy ez a testem miatt nem megy. És akkor nagy együttérzéssel a zen tanító csak annyit mondott, hogy nem a tested miatt nem megy. Ha éppen fáj és fölhúzod a lábad, az miben gátol, hogy meditálj? És csak ennyi kellett, végszenvedtem testileg az elvonulást, viszont ez valamit egy picit így átlendített, hogy hát nem ettől függ. És ez nagyon felszabadító volt, úgyhogy remélem ez a hosszú válasz kicsit téged is ebbe az irányba lök, hogy ahogy tudsz, ha széken-széken, ha lefeküdve-lefeküdve. A lényeg az, hogy itt vagy és csináld. Gyakorlással kapcsolatban kérdeznék én is, és kicsit kapcsolódik az előzőhöz is, hogy én azt veszem észre a saját gyakorlásomon, hogy ilyen hullámokban, hát ugye leborulás, éneklés, ülés, és ugye a hullámokban jön az, hogy mihez van vonzódásom, fogalmazunk így, és akkor nagyon megy a leborulás, és akkor csinálom a 108-at, és akkor eltelik 2 hét, de mondjuk nagyon nehezen ülök olyankor, hogy, és azon gondolkoztam, hogy ez ezt érdemes ilyen intuitíve kezelni, hogy jó, hát akkor csak
10 percet ülök, vagy 20 percet, de egyébként csinálom a leborulásokat nagyon lelkismeretesen, vagy az ember feszítse bele magát, hogy akkor is a napi 20 percet, fél órát mondjuk ugyanúgy leülöm akkor is, hogyha van egy ilyen belső ellenállásom. Uh-huh. Hogy mi a helyes megközelítés? Hát helyes megközelítés nincs, ebbe megnyugtatnálak. Attól függ, hogy mit szeretnél. Mit szeretnél elérni. Hogyha tartod a formát, tehát hogy mondjuk kigondolod magadnak, hogy én minden este eléneklem az énekeket, esetleg leborulok előtte, meg ülök 30 percet, és elhatározod, hogy amikor csak valami egyéb akadályoztatás nincs, csak ezt megcsinálom. Ha emellett szilárdan kitartasz akkor is, amikor azt mondod, most csak inkább énekelnék, vagy most inkább kicsit csak úgy mantrázgatnék fekve. Vagy most inkább kinyitnék egy bort és innék egy pohár bort. Hát ugye ennek az lesz a hátulütője, hogy ez a belső gyakorlati fegyelem nem alakul ki. És ezt azért érdemes kialakítani, mert azért egy csomó olyan helyzet van az életben, amikor hát kicsit kell ez a robot, ami átvisz minket a nehezén. Amikor egy picit erőből kell megoldani azt, amit egyébként tudsz, hogy a helyes út, mert én erre szeretnék menni, tehát most éppen máshoz lenne kedvem. Mondjuk ugye, ha el akarsz menni zen gyakorlatra, akkor tudod, hogy oda kell érni 18:30-ra, és elindulsz, és mondjuk elmész egy bolt mellett éppen, ahol látsz egy nagyon szép ruhát. Hát mondhatod akkor persze azt, hogy hát most én bemegyek, ezt megveszem, de akkor nem érsz oda zen gyakorlatra. Úgyhogy ilyenkor van, amikor erőből azt kell mondani, hogy nem, megyek zen gyakorlatra. És tényleg, mivel emberek vagyunk, van ilyen az életben. Pláne arra is érdemes gondolni, ha hosszú távra tervezünk, már pedig miért ne, ahogy az élet előre halad, merevedünk, és gyakorlattól függetlenül. Nyilván, hogyha egészségesen élsz, meg stresszintedet csökkented azáltal, hogy mondjuk gyakorlati tapasztalataid vannak, úgy persze jobb lehet az öregkor bizonyos szintig, de hát azért ott lesz az, hogy igen, gyengül az ember, érzékszervek, akaraterő, stb. És akkor jó, ha ott van mondjuk egy ilyen segítség, ami visz tovább. Tehát ilyen szempontból a fegyelem, a gyakorlás fegyelmének építése az megtartó erejű lehet. Mint amit Sun Tzu zenmester mondott régen, amikor megkérdezték, hogy miért borul le, még amikor tudott jól leborulni. Miért borul le annyit, több ezret akár. És akkor azt mondta, hogy zen robotot építek. Hogy amikor majd öreg leszek, beteg leszek, és nem fog menni a gyakorlás, ennek az ereje átvigyen rajta. És hát ez neki nagyjából valószínűleg be is jött, bár hát nem voltunk ott, de ez az előnye ennek. Ezért van az, hogy az elvonuláson is van egy nagyon szigorú napirend, és akkor ahhoz csatlakozni kell tudni. Másik még, ami eszembe jut, hogy sok önülésem volt, amikor tényleg a hátam közepére nem kívántam, de annyira nem, hogy azt hittem, hogy én most bele fogok pusztulni, ha leülök. És nem is közbe, hanem utána voltam iszonyatosan hálás, hogy ott voltam az elvonuláson, és be kellett menni, mert nagyon sokat tanultam magamról. Aközben, hogy bementem, végszenvedtem, és volt pedagógiai értéke. Úgyhogy ilyen szempontból én most hajlanék arra, hogy a fegyelem betartása jó, de egyébként, ahogy az előbbi válaszban is hosszan mondtam, egyébként semmitől nem függ a gyakorlat lényege. Tehát, ha te egyáltalán nem ülsz le, csak jelen vagy minden pillanatban, akkor az zen, akkor az ugyanolyan gyakorlás. Tehát
ez a paradox válasz, hogy igenis és nem is. Ezért mondtam, hogy amit szeretnél, a fegyelmezett gyakorlásnak vannak előnyei. De a legfontosabb az, hogy mindig minden helyzetben mi ez, és tapasztalni, és látni, és aztán ezt használni arra, hogy helyesen működj. A három fontos pont. A lényeg tapasztalata, erre irányul a mi ez kérdés is. Mi az, ami lát bennem, hall, gondolkodik, érez? Mi ez a forrás? Utána ennek tükrében az igazság. Egymással szemben ülünk, a sálat kék, a fal fehér, stb. Stb. És aztán, ha megvan ez a tiszta pillanat, amit mondhatunk igazságnak, az hogyan működteted. Tehát aki éppen veled, vagy ami éppen veled szembe van, hogyan kell hozzá helyesen viszonyulni. És ez a gyakorlat. És hogyha ez valakinek megy ennyi zenkedés és tantien formális gyakorlás nélkül, hála Istennek. Nagyon örülünk. Bárcsak sokaknak menne gyakorlás nélkül. Úgyhogy ha ezt így paradoxon és kellően koanisztikusan látod, akkor minden helyzetben tudsz gyakorolni bűntudat nélkül. Ez még egy nagyon fontos, hogy ne vádold magad, ha éppen nem úgy megy, és ne ellenőrizgesd. Ez megint egy ilyen jó kis tudati dolog, hogy most akkor nem csináltam jól, jól csináltam, más jobban csinálja, én rosszabbul, vagy én csinálom jobban már. Ez nyugodtan mehet kukába, mert nem visz sehova. Köszönöm szépen. Szunim, gyakran szoktam mondani, hogy a zen útja az illúzióvesztéssel jár, és ezt most tapasztalom is egy dologban, egy 30 éves barátságot ez így megérintett. Uh-huh. Nagyon szép gyerekkor, nagyon sok emlék, de nagyon komolyan elváltoztunk egymás mellől, és hogy mi a helyes út ebben a helyzetben, hogy gyakorlatilag azt érzem, hogy nem lehetek őszinte, és nem tudok vele őszintén beszélgetni, föl kellene adni, vagy csak egyszerűen elmondani őszintén és kockáztatni, hogy elveszítem a barátságot teljesen, véglegesen, nem tudom, hogy mi a helyes út, és ebben most elakadtam. Uh-huh. Tehát félsz attól, hogy ha őszinte leszel, akkor elveszted ezt a barátodat, de nem biztos, hogy el akarod veszíteni. Igen. Ez egy igazi életbeli koan. Nincs benne a könyvbe, de ezek az absztrakt történetek, amiket részben absztrakt, amiket ott benne az interjúszobában gyakorlunk, ezzel a célzattal is gyakoroljuk, hogy ott van egy helyzet, és ha gondolkodsz rajta, akkor nem tudod megoldani. Mert hogyha elkezdesz gondolkodni, és akkor hazudsz, és nem igaz, amit csinálsz, meg nem leszel hiteles, rossz válasz. Ha nem csinálsz semmit, rossz válasz. És akkor ott vagy egy helyzetben, és akkor utána hát valami ilyesmit kéne csinálni, hogy... És akkor a barátod kérdezhetne, hogy és még? Úgyhogy hát valahogy ezt a... amit a koan gyakorlásnál is tapasztalgatunk, hogy mi az... Már volt egy-két koan, amin a koan interjúmre bejöttél, koan, amin átmentél, hogy mi az, amikor sikerült? Egyébként ezt mindenkinek ajánlom, hogy érdemes a koan interjúkon úgy is részt venni, hogy azért úgy, ha nem is túlzottan és túl gondolkodva, de reflektálsz magadra, hogy amikor ment, és jó, és helyes volt a válasz, az honnan jött, az milyen volt? És amikor elakadsz vele, akkor mi történik benned? Tehát, hogy ilyen szempontból érdemes a tanulságokat levonni, de egyébként ez van, hogy próbálunk ilyen edzéseket csinálni. Hogy mint amikor elmész a konditerembe, és akkor így húzogatsz, meg így emelgetsz, és akkor persze ott van mondjuk jó esetben egy edző, akitől kérdezel, hogy akkor hogy kell csinálni, mert lehet rosszul is csinálni, és akkor sérülést okozol magadnak, de hogy tudod magad erősíteni. De aztán ennek mondjuk jó esetben az a célja, hogy egészséges legyél, meg hogy esetleg jobban tudj segíteni másoknak azzal, hogy fölemelgeted. Hát nyilván a legtöbben nem ezért edzenek, hanem hogy tetszek a lányoknak, meg a nem tudom, tehát nyilván ezek az egoisztikusabb célok. De ugyanígy itt is, hogy kicsit így edzünk.
De utána, aztán, amikor ott vagy a helyzetben, akkor már nincs ott az edzőse, hanem vannak az izmaid, és használni kell őket. Úgyhogy nagy általánosságban nekem az a tapasztalatom, hogy ha nem vagy őszinte egy emberi kapcsolatban, az előbb-utóbb így vagy úgy szenvedést fog okozni. Tehát van egy ilyen félelmünk, igen, hogy meg kell játszanom magam, mert ha elmondanám akkor, ez egy szamszárikus körforgás és gondolkodás. Az nem mindegy, hogy amikor őszinte vagyok, akkor hogyan vagyok őszinte. Ebben érdemes még úgymond tapintatosnak lenni, mert lehet úgy őszintének lenni, hogy igazat mondok, de nem ártok a másiknak, vagy úgy vagyok őszinte, hogy kíméletlen vagyok, és az arcába nyomom, hogy te hülye vagy, és én azt gondolom rólad, hogy ilyen meg ilyen. Az nem túl jó. Alap esetben általában az szokott működni őszinteség címén, hogy van egy helyzet, ami neked mondjuk nem kellemes, vagy amiben te szenvedsz, vagy rossz érzéseid vannak, hogy ezt így magadról közölve mondod el a másik embernek, hogy figyelj, Pistike, Marika, stb. Hogy én most ettől így szenvedek, én most szomorú vagyok, én most csalódott vagyok, nem esik nekem olyan jól, ahogy köztünk van, figyelj, ez van, mit tudnánk ezzel tenni? Én nem szeretném azt, hogy a kapcsolatunk megszakadjon, most én így érzem magam ebbe, és akkor utána elindul egy beszélgetés. És ha nincs meg ez a vádló attitűd, hanem egy odafordulás van a másik felé, akkor abból még bármi lehet. Ha egy empatikus, együttérző, elfogadó légkörben tud ez megvalósulni. Minél kevesebbet vetítesz rá a másik emberre, annál jobb. Minél inkább úgy látod őt, ahogy van, annál jobb tud lenni. Ezt nagyon nehéz megcsinálni például olyan helyzetben, amikor valaki megbántott minket, haragszunk rá, és nagyon nehezen tudunk megbocsátani, vagy nem is akarunk, vagy nem is tudunk. Ugye amikor valaki bántott minket, akkor hogyan tudod őt mégis úgy szemlélni, hogy ő egy ugyanolyan ember, mint te, ugyanolyan buddha természettel. Ami most lehet, hogy nagyon sok réteg mögött van, de ott van ez az eredendő felébredési képesség benne is. És akkor valahogy ez megszülheti azt az együttérzést, hogy oké, rosszat tettél velem, de alapvetően nem vagy egy démon. És akkor ha ez megvan, visszahúzod ezt magadba, ezt a rávetítést, akkor látod a hibáival és a jó oldalaival együtt. Úgyhogy én ezt a helyes kapcsolatteremtést és helyes látást kívánom. Ebbe a helyzetbe nagyon általános volt a válasz, tudom, de tant ilyen, és van olyan is, amikor egy kapcsolat megszakad, ez is egy valid kimenetel. Az, hogy megszakad-e vagy nem szakad-e, végső soron ezen a közös hangon múlik, hogy tudtok-e még újra megint kapcsolódni? Újra tudjátok-e definiálni ezt? Vagy nem? Mind a kettőre vannak példák, és előre nem megmondható. Még annyi lábjegyzetet tennék hozzá, hogy attitűdként, hogyha megvan az, hogy miben segíthetek ő felé is, az egy jó belső attitűd. Ez csak széljegyzet volt. Nekem is gyakorlattal kapcsolatban lenne kérdésem. Én most fél éve mantrával gyakorlok meditáció alatt, viszont az év eleje óta érzem azt, hogy az elkövetkezendő egy évben változtatásokra lesz szükségem, illetve szeretnék is.
és szükségét érezném azt, hogy elkezdjek egy kicsit azzal dolgozni, hogy mi a dolgom. Hogy egy picit tisztábban lássak, hogy milyen irányba menjek. Ilyenkor függesszem fel a mantra gyakorlást, vagy tegyem át, mert mondjuk simán megy ülve, állva, járva, mosogatás közben és egyéb felületekkor is. Illetve hogyan csináljam ezt? Tehát most ez egy gyakorlati kérdés részemről. Miért szeretnél változtatni a gyakorlatodon? Már egy ideje megrekedtem az életemben, és már egy pár éve nem tudom, hogy... Tehát változtatnom kell, de mivel úgy éreztem, hogy nem látok tisztán, ezért úgy döntöttem, hogy nem teszek semmit, és gyakorlok. Viszont most már elkerülhetetlen a változtatás, különben nem rajtam fog múlni, hogy mi történik, és ezt én nem szeretném. Tehát lassan érzem, döntenem hogy... kell dolgokban. Úgy érzem, hogy azért itt benned már körvonalazódik az, hogy mit kéne tenni a gyakorlaton kívül. Vannak körvonalak. De nem vagyok még biztos, tehát nincs az meg, amit szoktatok mondani, hogy nem mozdul el a válasz a kérdés mellől, és egy picit szeretném most ezzel megtámogatni esetleg. Uh-huh. És van időm egy körülfél évem. Akár a munkahelyi dolgokra gondolok, és ezt azért pontosan tudom, hogy körülbelül fél év az, ami rendelkezésemre áll, hogy döntsek dolgokban. És szeretném megtámogatni ezzel. Jó ötletnek tartod-e? Illetve ha ezt szeretném tenni, akkor mit tegyek? Uh-huh. Alapvetően én a gyakorlatot meghagynám a maga egyszerű tisztaságában. Ugyanis... Hogyha arra akarjuk használni a zen gyakorlatot, hogy nekünk jobb legyen, az elindítja azokat a működésmódokat, amitől egy picit egy lépéssel hátrébb szeretnénk lenni. Ez magára, konkrétan a gyakorlatra vonatkozik. Tehát, hogy te tisztán láss, tisztán hallj, stb. Hogyha nagyon az foglal le, hogy akkor most rossz, de majd hogy lesz jó, meg hogy változtassak az életemben, akkor gondolkodsz. És akkor abban megy az energiád. Tehát én azt mondom, hogy a éneklés, leborulás, gyakorlás a maga tisztaságában, ez menjen tovább. A koannál is azt szoktuk javasolni, hogy nem kell rajta aktívan rágódni, mert akkor abban rágódás lesz. Hanem tedd le tantiembe, és gyakorolj. Az ilyen jellegű problémát is tedd le tantiembe, és gyakorolj. Tehát vidd le mindig ide. És aztán úgy is ott lesz. Úgy is ott van a fejedbe, úgy is ott van, vagy nagyon egyértelműen, vagy nem. És lehet, hogy olyankor fog jönni az átfordulás, amikor nem is számítasz rá. Sőt, tehát ugye ezek, amik a zenből ismertek, hogy söpörget a tanítvány, és akkor nekiüti a lábát valaminek, vagy a kő pattan, és koppan egyet, és akkor van egy ilyen pillanata, és valami fölismerésre jut. És viszonylag kevés olyan történet van, hogy a téli elvonulás 28. napján a délutáni második 50 perces ülés 28. percében egyszer csak elérte a fölébredést, és azóta. Úgyhogy a gyakorlás az egy kiművelése ennek a fajta tudatosságnak. És ezt jobb így érintetlenül meghagyni. És úgyis belül dolgozik az, ami dolgozik, és ott attól fog függeni, hogy mennyire mersz őszinte lenni magaddal. Ténylegesen, hogy mit szeretnél. Mert általában érezzük, tudjuk, csak nem biztos, hogy bemerjük vállalni. Vagy lehet, hogy túl hamar akarjuk bevállalni. Úgyhogy
minél inkább egy tiszta pillanatban engeded azt megnyilvánulni, ami benned van, annál inkább fog jönni ez a változás. Vagy ha nem, akkor a körülmények rákényszerítenek valamire. Tehát, hogy van egy határidő, ahogy mondtad, ez bőven lehetséges. Csak akkor nem biztos, hogy pontosan az lesz, ami neked a legjobb lett volna. Úgyhogy gyakorolj tovább. Gyakorolj tovább, és úgy, ahogy az abban a tisztaságban megvan, ahogyan azt mondjuk. Hosszú távon ez lesz az, ami segít. És sétálj sokat, szemlélődj sokat, mosogass, és akkor lehet, hogy egyszer mosogatás közben jön majd egy megfelelő pillanat, hogy tudod, hogy mi a dolgod. 17-essel én elég sok választ kaptam, tehát így ez így megjelent, és kimondtam, és érkeztek válaszok, úgyhogy köszönöm. Próbálom rövidre fogni. Azt hiszem az első önülés volt, ahol ilyen belső boldogság volt, hogy minden jó, hogy van, jól csinál. És ez nagyon jó visszajelzés magamnak, hogy igazából így a hétköznapok során egyre többet tapasztalom azt, hogy elvárások nélkül vagyok magam és a környezetem iránt, és a dolgok ilyensége az így megjelenik. És ezt tapasztalni, ez nem akarom belehozni a véleményemet, de nagyon jó. A másik, hogy ami igazából kérdésem lenne, hogy eléggé szerettem a mélységeket és a magasságokat megjárni, és imádtam. És azt veszem észre, hogy az utóbbi időben ez kezd eltűnni. Egyre jobban jönnek be középre a dolgok, de valami úgy belőle egy kicsit piszkál, hogy az jó lenne még megélni, ez milyen jó is. Nagyon jó. Hogy ilyenkor mi van az emberben, hogy valamiféle szakadás van benne, ilyen kettősénység kezd megjelenni, tehát megvan a vágy is arra, hogy újraérjem ezeket a dolgokat, de tudom azt, hogy sokkal jobb már nekem is. Tehát ilyen kettősség érzet bukkan fel, hogy ezt hogyan lehet kezelni, és ezt a ingadozást minél jobban behozni középre, hogy ezben mi tud nekem segíteni. Nagyon jól elmondtad egyébként, hogy be kell hozni középre. De ez nem megy egyből. Tehát ezt mindig nem győzöm hangsúlyozni, hogy ebbe a fajta műfajba, amit művelünk, ez ugye nem az, hogy elmegyek egy hétvégi képzésre, és akkor megmondták a tutit, és a tuti szerint élek. Persze megfogom, ott sem megy. Csak egy pár pillanatig azt hiszik az emberek, akik elmentek, pont addig, amíg befizetik azt a súlyos pénzt a megfelelő képzésért. De az, hogy vannak bennünk, ha most csak ezt a saját mostan életünket nézzük, 10, 20, 30, 40, 50, 60 év gyakorlata valaminek, amit addig csináltál valahogy. Ezt így eltüntetni nem lehet. Úgy lehet, hogy most éppen nagyon tisztán megélem a pillanatot, és nem jön elő az a karma, de aztán, amikor megint olyan lesz a körülmény, akkor megint előjön. Mondjuk nagyon egyszerű példa, függőségek. Nagyon szeretünk függeni sok mindentől, és mondjuk hozzányúlni a pohárhoz, hogy legyen szorongásoldás, és könnyű hozzászokni. És nagyon nehéz leszokni róla. És akkor persze lehet, hogy mondjuk azt mondom, hogy én nem akarok többé inni, amíg nincs ott a pohár, meg nincs olyan társaság, addig lehet, hogy tök jól meg tudom már ezt valósítani, de aztán egyszer csak összejönnek a barátaim, hozzák a söröket, stb., és akkor nagyon nehéz megállni megint. Aztán konzekvensen minél többször azt mondja az ember, hogy nem, én már ezt nem csinálom, annál könnyebben megy. Lehet, hogy vannak olyan dolgok, ami lehet, hogy sose tűnik el. Viszont meg tudjuk tanulni kezelni. Meg tudunk tanulni belül olyan szabadnak lenni, hogy tudjunk élni magunkban. Tehát mondjuk van egy szoba, és akkor így gyakorlunk, és lehet például azt mondani, hogy,
hogy jobb lenne, hogyha nem egy tetőtér lenne, mert ha oda megyünk a szélére, akkor én például mindig bele szoktam ütni a fejemet, ha túl közel van az oltár. És akkor, na de hát ez ilyen ez a terem, és most gyakorolunk benne, hát most bármennyit gyakorlunk, önmagától nem fog épülni még egy emelet, hogy az a fal ne legyen ilyen. Tehát, hogy ez megmarad, de meg lehet tanulni úgy gyakorolni, hogy picit előrébb hozok az oltárt, és akkor nem veri be senki a fejét. Tehát, hogy igyanígy van a karmánkkal is. Egyébként pedig minél többször benne maradsz a pillanatba, napról napra, hétről hétre, annál nagyobb az esély arra, hogy mivel nem nyukkálsz bele abba a karmába, ami régen szerette nagyon ezeket a szélsőségeket megélni, hanem csak benne vagy a pillanatba, egyre kevesebb energiát kap, és ha valami kevés energiát kap, akkor szépen lassan eltűnik. Tehát nem öntözöd a gyomnövényt, akkor előbb-utóbb elszárad és eltűnik. Úgyhogy itt erre a türelemre van szükség, és arra is, hogyha visszaesel bele, ne kezd el utána ostorozni magad. Szóval megesik. Megesik, időben szépen lassan csökken ennek a nyomása, ha végzed a gyakorlatot. És amikor megjelenik a karma, akkor tudsz szemlélni a maga valójában. Tehát, hogy ezért jó egy picit így az érzésekkel egyre jobban tisztában lenni, megfogalmazni adott esetben, hogy most mi az, ami, amikor éreznéd, hogy hú, most húz ez vissza, most mi az, ami bennem van? Mit akarok abba az adott helyzetbe? Mire vágyom valójában? Visszatérve erre az ivásos dologra, hazamegy a delikvensünk venni elő a sört, de ha már tudatos, akkor belegondolhat, hogy most én miért akarom meginni ezt, egyedül ezt a sört? Mit akarok? És akkor el lehet indulni, szorongok, félek, fáradt vagyok, de és ha már meglátom, hogy szorongok, fáradt vagyok, stb., akkor ezzel mit tudok csinálni egyébként, hogy ne kelljen oda nyúlnom? Úgyhogy ez az egyik dolog. A másik pedig az, hogy ha változtatni akarsz, és mást és máshogy csinálni, érdemes valami azon kívül, hogy küzdünk és leteszünk dolgokat, és múltba hagyjuk, érdemes találni valamit, ami felé viszont megyünk. Tehát, hogy ne csak az legyen, hogy leteszek dolgokat, hanem azt is, hogy mi felé megyek tovább. Mi az a nagyobb cél, mi az a más, ami nekem megéri annyira, hogy már nem térek vissza a régi mintámhoz. Mert most már sokkal jobb mondjuk minden nap elmenni túrázni, vagy minden nap jól végezni a dolgomat és segíteni embereknek, és ezért nem fogok minden nap elmenni bulizni és hajnalig ott maradni, mert akkor reggel nem tudom azt csinálni, amit szeretnék. Úgyhogy ez még egy másik dolog, hogy érdemes megtalálni, hogy most mi az az életedben, ami megéri annyira, hogy ezeket hátra tud hagyni. Úgyhogy ha van az irányvétel, megvan az irányvétel, és megvan a folytonos gyakorlat, akkor mész valamerre, és szépen lassan visszatér a semmibe az, ami benned volt. Azt kell látni, hogy amit az elején is mondtam, hogy minden karma olyan, hogy valamikor az létrejött valamilyen feltételekből. Nincsen öntermészete. Önmagában nem létezik, mint ahogy önmagában ez a zenbot se létezik. Most persze van, mert valaki egyszer levágott egy ágat, befestette, megcsinálta, szépé varázsolta, de hogyha nem lett volna ez az ember, meg nem lett volna ez a gondolat, hogy zenbotot kell csinálni, nem lenne. És nyilván el fog jönni az a pillanat, amikor már nem lesz, mert elporlad, bármi történik vele. És akkor nem lesz már ez a zenbot. Ugyanilyen a karma is, mint a zenbot, meg bármilyen külső tárgy. Hogy valami kellett hozzá, hogy létrejöjjön, és hogyha ezeket a feltételeket meg tudod magadba szüntetni, akkor elporlad.
eltűnik. Ez az, amikor a mulandóságot és a feltételhez kötöttséget a javunkra használjuk. Nem csak szenvedünk ettől, nem csak azt jelenti, hogy jó, hát igen, mondjuk ez a test, amiben éppen most itten szereplek, ez igen, megszületett és meg is fog halni. Meg ez az agy, meg ez a tapasztalatvilág, meg ez a gondolatvilág, meg ami most úgy a ruhám, meg a jelenem, ez el fog múlni. Ettől szenvedni is szoktunk, ha még nem gyakoroltunk eleget. Egyébként meg tök jó, hogy nem lesz mindig, mert iszonyatosan unalmas lenne. Tehát tényleg annyira, hogy fú, beleképzeltem már többször, hogy mi lenne 500 év múlva, és lenne még ilyen orszádám. Én nagyon unnám, tehát szörnyű lenne. Úgyhogy tehát ez a... Volt egy ilyen, láttam egyszer ilyen zen mémet, hogy egyik ilyen kezdő tanítvány ül ilyen magába roskadtan, hogy semminek, semmi értelme, minden elmúlik. És a másik meg így ül mellette, semminek, semmi értelme, minden elmúlik. Úgyhogy ez egy ilyen jó dolog. Ezek is, amiket mondtál, szépen lassan, amikor azok a feltételek elmúlnak, meg azok a körülmények, el fog tűnni, és lesz valami más. És ha elmúlik ez a teremtett karma, amit én teremtettem, és volt, én hogy törekedhetek arra, hogy minél kevesebbet termeljek, és teremtsek? Hát mindig fogsz valamit teremteni. Tehát amíg testben vagy, meg itt vagy, meg teremteni fogsz valamit, nem mindegy, hogy milyen karmát teremtesz. Tehát a régi buddhistáknak ugye volt ez az elképzelése, hogy remeteség, és akkor marha remete vagyok, nagyon-nagyon remete, annál is remetébb, és akkor visszafejtem a függő keletkezés 12 láncszemét egészen odáig, hogy ragaszkodom, nem ragaszkodom, nincsenek vágyaim, nem teremtem meg az érzékszerveket, nem teremtem meg az újraszületést, nem teremtem meg a tudatlanságot, a karmikus gyökereket, és akkor megszűnök, ettünk a nirvánába, és akkor sziszlát, sziasztok! Úgyhogy volt ilyen elképzelés is. Ha már mahajánák vagyunk, akkor mondhatjuk azt, hogy mi az, ami nekem, meg a körülöttem lévőknek is előnyére válik. Tehát mire van szükség? Nagyon sokat szoktunk ezen gondolkozni, hogy mi a dolgom? Mit csináljak? Ha körülnézel, annyi minden dolog van, amivel jobbá lehet tenni a világot, hogy harmonikusabban éljünk együtt. Ugye, ami szokott lenni ez a mondás, hogy most már nagyon sok sikeres ember van, nincs szükségünk több sikeres emberre. Már néhány rendes jó emberre lenne szükség. Úgyhogy a téma az utcán hever, meg a szenvedő lények itt vannak előttünk. Tehát ott van, és általában lehet is hozzá kapcsolódni könnyen. Szóval, ha úgy vesszük, ez is egy karma. Bódhiszattva karma, hogy te segíteni akarsz más embereknek. Ahogy te tudsz, ahogy te ott abban a pillanatban ott tudsz lenni. Úgyhogy, ha arra törekedsz, hogy ne csinálj karmát, ne teremts karmát, nem nagyon fog menni. Ha félreteszed ezt az egészet, hogy ne teremtsek karmát, és csak nagyon egyszerűen ott vagy és csinálod pillanatról pillanatra az életedet, úgy, hogy az másoknak is a javára váljon, akkor az egy egészen nirvánát meghazudtoló állapot lesz. És akkor ezzel megköszönném mindenkinek ezeket a nagyon jó kérdéseket, amiket ide hoztatok, mert ez tényleg szerintem, hát mindegyikben volt valami olyan, ami nekem nagyon izgalmas volt, remélem nektek is. És akkor köszönöm újfent, hogy eljöttetek ide gyakorolni, mert ez nagyon-nagyon fontos, hogy összejövünk nap hétről hétre, hónapról hónapra, és gyakorlunk, és csináljuk, és igyekszünk a pillanatban lenni. Ez az, ami hosszú távon, hát legalábbis a hitem szerint, meglátásom szerint mindenkinek a javára válik.
Úgyhogy nagyon szépen köszönöm mindenkinek, és akkor folytatjuk a gyakorlatnak az érdemi részével.